Üdvözlök mindenkit a termék bemutató videómba. Ez egy D-Link AC1750 dupla antennás gigabites router. AC technológiával van már felszerelve, és ezt fogjuk most kicsomagolni. Nem találtam még ilyen kicsomagoló videót, főleg 3D-ben nem. Nézzük meg a dobozt. Ezt a készüléket az R-Digitálnál vásároltam. Úgyhogy adatok. Ugye hát természetesen aki ilyet vesz, az már utána nézett a tudásának. Itt igazániból ez a videó azért jó, hogy lássuk azt, hogy mit tartalmaz a csomag. Ezt ellenőrizni kell, hogy ez ne legyen sértett, mert akkor már valaki kinyitotta. Ezt most félreteszem. Mit is tartalmaz a csomag? Én sem tudom. Egy regisztrációs kártyát gondolom, és tart DVD-t, CD-t. Izgalmas kérdés ez a DVD téma, mert már ugye nagyon sok laptopban már nincsen DVD meghajtó, úgyhogy kénytelen az ember külsőt vásárolni. Ez egy szép kis mappába van benne. Ezt tegyük félre, most nem majd később. Szépen be van fóliázva. Úgyhogy egy átalakító. 110 voltos átalakító, 220-as adapter és egy wifi, vagy egy sima RJ45-ös. Ezt is félretesszük most, és nézzük, ezt eléggé könnyű, úgyhogy lehet látni, hogy ez még új. Így már. A 3D hatás jól jöjjön ki, hogyha valaki 3D TV-t nézi, de természetesen megcsinálom a filmet 2D verzióba is, tehát hogyha valaki a hangját hallja a filmnek, de azt mondja magába, hogy hát de hát ez 2D-s film, hát persze, mert ugye a 3D-s filmet konvertáltam le 2D-be, úgyhogy hátulján mit látunk. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy az Apple-nek vegyem meg a Time kapszuláját, de ami miatt erre esett a választás, az az, hogy ez tud BitTorrent klienst kezelni elvileg, gyakorlatban majd kiderül. Lehet arról is csinálok egy videót. Úgyhogy a modemből bedugjuk ide a madzagot, és már megvan a osztás. USB 3-as, ugye, mert kék színű. Vagy nyomtatóport. Hát röviden ennyit. Nézzük majd bekapcsolásnál, hogy hogy néz ki. Annyit kell tudni erről a routerről, hogy ez tesztgyőztes router. Úgyhogy nagyon sok teszt hoztak ki a legjobb routernek. Fogytatás következzen. Úgyhogy csinálok egy kis filmet is majd a műszaki állapotáról a beállításokkal kapcsolatosan, de az már nem 3D-s lesz,
amennyiben tetszett a videóm, lájkoljátok az oldalt és a filmet. Köszönöm.